királyik egy kisugárzása folytán megkülönböztetett szeretettel köszönti Cikádor, avagy más néven Székmezőváros tekintetes bíráját és esküdtjeit. Így köszöntötte a bátaszéki királyi gasztronómiai est résztvevőit II. Géza király. Galuska, málé, kacsasült és még számos hagyományos nemzetiségi ételt kóstolhattak a vendégek, illetve a helyi intézmények és civil szervezetek különlegességei közül is válogathattak a résztvevők. Azonban a reformkonyha ízei sem maradtak le a terítékről. Két évente októberben megrendezzük a királyi gasztronómiai estet. II. Géza feleségével, Eufrozinával és a csökkentett udvartartással megjelenik, és fogadja a hódulatot, illetve azokat az étkeket és finomságokat, desszerteket, főételeket, nedűket, amelyeket a bátaszékiek kínálnak kóstolásra a mai este folyamán. És ha mégis húsra fájna a foga, csupán némi nemes szárnyas jöhet szóba. A program egyik célja, hogy felelevenítsék, megőrizzék a hagyományokat, illetve a fiatalok betekintést nyerhetnek az idősebb generációk étrendjébe. Bodojné Csibi Anna, a bátaszéki székelyek baráti körének tagja szerint a rendezvénynek köszönhetően az egyes nemzetiségek jobban megismerhetik egymás kultúráját. Nagyon sok mindennel készültünk. A székelyek jellegzetes étele az a töltött káposzta, a galuska, ahogy mi mondjuk, de emellett még számtalan étel, tejfölös csürkét, édességeket, almáskalács, túróskalács, kútbankölt, kifli, ami egy nagyon különleges étel, mindenkinek kóstolni, meg kell kóstolni. Nagyon finom pálinkákat hoztunk, nagyon finom borokat hoztunk. A bátaszéki királyi gasztronómiai est bállal zárult.